Az áfacsökkentés létfontosságú és egy kiváló kormányzati pénzügyi eszköz, gyakorlatilag a legolcsóbb pénzügyi megoldás a kormány részéről is ahhoz, hogy a magyarországi fürdők állagmegóvásra, infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztésre, valamint nagyon fontos, hogy bérfejlesztésre többletforráshoz jussanak. Ehhez az államnak nem kell támogatásokat nyújtani, ugye az Európai Unió fürdőfejlesztésekre nem is engedélyez ebben a költségvetési ciklusban már támogatásokat folyósítani, illetve nyújtani. Éppen ezért egy másik pénzügyi eszközt kell találni, amelynek a segítségével gyakorlatilag pénzt hagyunk ott, vagy hagyna ott a kormánya fürdőknél, és szó sincs arról, hogy a fürdők most itt nagyobb profitot szeretnének kaszálni, hiszen csak a legnagyobbak tudnak nyereségesen működni, és a nyereségüket pedig, mivel több 95%-ban állam, illetve önkormányzati tulajdonú cégekről van szó, fejlesztésekre vissza is forgatják, de az egész ágazat alapvetően forráshiányos. Gyakorlatilag ezt a forráshiányt szeretnénk ezzel csökkenteni, forrásokat bevonni az ágazatba, hogy a munkatársainkat, az ágazatban dolgozó kollégákat, akiknek a szaktudásuk, a nagyon pozitív hozzáállásuk nagyon fontos, és a nemzetgazdasági átlagtól viszont a bérezésük jelenleg is elmarad. Ezért nagyon fontos, hogy őket minél jobban meg tudjuk fizetni. Itthon tudjuk tartani, ne nyugaton kössenek ki valamilyen alacsonyabb pozícióban, vagy hasonló munkakörben, hanem itthon kamatoztassák a tudásukat, és itthon tudjunk nekik versenyképes jövedelmet, nemzetközi értelemben is versenyképes jövedelmet biztosítani.